Elsőként Szekér Marian, BC Manager of Regent, kérem, hogy mesélj el az ő történetét. Marian, tiéd a szó. Nagyon szépen köszönöm a szót, Lisa, és a felvezetést is. Hát az az igazság, hogy ilyenkor, amikor az ember ideül, úgymond egy sikertörténetet elmesélni, hát az eleve ugye egyedül nem létezik. Tehát ugye elmögé kell azért egy csapat, hiszen amikor az ember elér egy ilyen nagyon komoly üzleti szintet, ott már azért nagyon-nagyon sok olyan üzlettárs, barát, befektető van, akik ehhez a sikerhez hozzásegítették. Én jó magam 25 éven ezelőtt ismerkedtem meg a network marketinggel, és hát nem voltam vele mindig barátságban, mert nyilván nekem is volt szkepticizmusom ugye az elején a hálózatokkal kapcsolatosan, de aztán eltöltöttem 13 évet egy nagyon klassz helyen, és ott nagyon komoly dolgokat csináltunk. De aztán 2009-ben sikerült egy kicsit derékba törni az életemet, és hát akkor ott egy picit így meg is picsaklottam az életemet, ebben nyilván közrejátszott sok minden, ugye a hitelválságtól kezdve egy csomó-csomó dolog. Tehát így mindig ki voltam hegyezve közgazdászként arra, hogy hogy lehetne a pénzpiacon valahogy normálisan működni. Ez nekem egyébként azért is volt valahol egy kicsit a szívügyem, hiszen a gyerekeinket valahol én azt gondolom, hogy ne csak a reklámokból tájékozódjanak ugye a tévéből, úgyhogy ne csak azt lássák, hogy milyen hiteleket lehet felvenni, mert ez ugye nem vezetett jóra az elmúlt évtizedekben. Tehát ezért én mindig kerestem azt a lehetőséget, hogy hogy tudnám a gyerekeket valami olyan irányba terelgetni, hogy tisztességes megtakarításaik, illetve normális formában legyenek megtakarított pénzeik. Én 2021-ben ismerkedtem meg magával a blockchain kapitállal, mégpedig május 9-én. Nagyon nagy szerencsében van részem, hiszen nagyon régi ismerőseim, barátaim voltak, akik megszólítottak, tehát nem nagyon sok volt a gondolkodási idő, hiszen 9-én májusban volt egy ugyanilyen rendezvény, mint ami most itt ülünk, és szeretettel köszöntöm azokat, akik ma először vannak itt, tudom, hogy kik, hiszen nekem is vannak itt most elsőként itt ülő leendő üzlettársaim, illetve már regisztrált üzlettársaim. És akkor én ezt megnéztem, és ilyen nyilván nagyon sok mindent hallottam magáról a kriptopiacról, de így ebben a formában, ahogy itt együtt lehet látni egy ilyen rendezvényen, természetesen nem. Úgyhogy ott én nagyon-nagyon földobódtam, szinte egy méterrel a föld fölött repkedtem, és gyakorlatilag úgy voltam, mondtam is azonnal a mentoraimnak és a meghívóimnak, hogy én azonnal be akarok regisztrálni. Ez volt május 11-én, utána közvetlenül, és aztán akkor valahogy úgy gondoltam, hogy bele kell vetni magamat a hagyományos old school módszer eleve a történetbe, és mindjárt beültem az autóba, és elrohantam a barátaimhoz, és mindenkinek megpróbáltam ezt elmondani. Természetesen aztán utána jött ugye a lezárás, és mindenféle egyéb ilyen pandémiás őrület. Hát mivel koromnál fogva nem vagyok egy cyber gyerek, ezért gyakorlatilag nagyon nehezemre esett az, hogy odaüljek a számítógép elé, és ott tartok előadást, hogy ott beszélgessek emberekkel. Tehát én mindig a közvetlen belenézek azt, amiben látom a reakcióit, ennek voltam a híve. De hát bele kellett ebbe törődni, bizony be vagyunk zárva, és akkor szépen lassan el kellett kezdeni ezeket a dolgokat megtanulni. Úgyhogy, és ráadásul még az is ugye közbeszólt az elején, ahogy indultam, tehát az ezüst szintemet azt úgy csináltam meg, hogy közben nekem nagymama üzemmódban kellett működnöm, mert hogy amennyien már vissza kellett, hogy menjen dolgozni, mert nem volt szabadság, viszont ott volt három nagyon klassz kis srác, akikre nekem kellett vigyázni. És hát én közben azért elkezdtem online az anyagokat így megosztani a barátaimmal, és hát az lett az eredménye, hogy egy hónap múlva én már ez is voltam. Hát ezen annyira földobottam, lehet, hogy valaki ezt most úgy éli meg, hogy jó, hát én egy nap alatt az voltam, hiszen elindultam egy 5000-es licenszel, hát nyilván ez most már azért egy kicsit más világ, és van egy kicsit gyorsabban és hatékonyabban is lehet dolgozni, de nekem ez akkor egy óriási nagy dolog volt, annál is inkább, mert most is van egy kész hálózatom, amiből passzívan tudok élni, de mellé mindenféleképpen kerestem olyan lehetőséget, amikor is ugye nagyon sok hálózatépítővel vagyok kapcsolatban, nagyon sokat ismerek, de azt látom, hogy egyik napról a másikra élnek. Annak ellenére, hogy óriási pénzeket keresnek, és még sincs meg az a biztonságuk, és még sincs meg az a biztos pont az életükben, amit egyébként egy hálózat hozhatna. És hát ugye a passzív jövedelmek sem mindig
jönnek önmaguktól. Miért örültem én a BC-nek? Hát először is azért örültem, mert nincsen havi aktivitás. Tehát ez már egy óriási dolog volt, hogy nekem minden hónapban nem kell azzal törődnöm, hogy mindenkinek meglegyen az aktivitása, mindenki kapja a jutalékot. Tehát én itt tulajdonképpen másodperc alapon real-time-ben ki vagyok fizetve. Tehát én, hogyha hozok egy üzletársat a következő pillanatban, már látom is ott annak az eredményét. Az, hogy nincsen havi teljesítménykényszer, ez is nekem nagyon-nagyon sokat jelentett a döntésemben. Az, hogy kumulatív a rendszer, és hogy hónapról hónapra tudom összegyűjteni a kis pontjaimat, és tudok akár minősülni, ez is nekem egy nagyon-nagyon új és nagyon-nagyon klassz dolog volt, hiszen én ugye ahhoz szoktam az elmúlt 10-25 évben, hogy gyakorlatilag nekem folyamatosan minden hónap végén lenullázottam, és akkor kezdtem előről, meg megint előről, és akkor amire jutottam, arra jutottam. Úgyhogy itt ez, hogy összeadódnak a pontok, ez nekem nagyon szenzációs volt. Aztán azon kívül az is nekem egy nagyon fontos dolog volt, hogy senkitől nem függ az én jövedelmem. Tehát ha én akarok magamnak tervezni jövedelmet, nem tudom én x hónapra előre, akkor azt pontosan nagyon jól tudom, hogy az árfolyam nyereségen túl, tehát nyilván ugye az árfolyam nyereséget azt mindig ajándékba kapjuk, de a munkáknak az eredményét azt pedig tudjuk tervezni. Tehát gyakorlatilag, hogy én tudom azt, hogy mit szeretnék, akkor azt én el tudom érni, hiszen tudom, hogy a különböző szinteknél milyen jutalékokat tudok kapni. Aztán ami még nekem nagyon tetszett, hogy példát tudok mutatni a gyerekeinknek, hiszen én a gyerekeimet mindig tűzzel, vassal üldöztem, és mindig azt mondtam nekik, hogy nem lehet, nem veszünk föl hitelt, akkor veszünk meg mindent, amikor rendelkezésünkre áll az a bizonyos összeg. Úgyhogy most éppen ilyen lakásvásárlási sztoriban vagyunk a gyerekeimmel, úgyhogy most erre ez az egy év nagyon-nagyon jó volt, hogy tényleg kézzelfogható és szabad szemmel is jól látható összegeket lehetett keresni, nagyon klassz megtakarításokat és nagyon klassz jövőképet lehetett a gyerekeknek adni. De ugye úgy, ahogy az elején is mondtam, hogy ha sikersztoriról beszélünk, akkor természetesen nem egyedül érjük el ezeket a sikereket, hiszen azért az embernek vannak nagyon-nagyon klassz barátai, üzlettársai. Az én sikerem egészen biztos, hogy nem jött volna létre, legalábbis nem ebben a nagyságban, a Törő Attila és a Kóró Kati nélkül, hiszen ők szinte berobbantak ide a BC életébe, és elképesztő sebességgel elkezdtek dolgozni, amihez természetesen hozzásegítette őket a Boros Irén és csapata, illetve hát nagyon büszke vagyok a spanyol csapatomra, akik tulajdonképpen most bontogatják a szárnyaikat, és úgy gondolom, és azt látom, hogy ott lesz egy óriási nagy robbanás. Nagyon sok szilver partner és nagyon-nagyon sok befektető barátom örült, és nagyon-nagyon hát boldog volt egyszerűen, amikor most a április 7-én az osztalékot meglátták, és mindenkinek természetesen segítettem a kis pénztárcájába elhelyezni. Mindenki nagyon örült neki, hogy támogatom, és hogy itt vagyok vele. Amiért még nagyon-nagyon hálás vagyok, az pedig a mentoraim, mert nem mindegy, hogy az ember milyen csapatba kerül. Az én mentoraim a Torma Károly és az Évi, akik, hát azt gondolom, hogy itt a BC-ben a legeslegnagyobb nevek. Az, hogy milyen csapatot hoztak létre, vagy össze, az szerintem az elmúlt hónapban is látszott a ratingből, hiszen a ratingnek a 80%-a az ebből a csapatból került ki, vagy talán több is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy és hát persze van még egy ember, a John Musk, akinek a kérdése nélkül, mely szerint feltette az Évinek azt a kérdést, hogy a Mariannak szóltatok-e már tavaly májusban, anélkül biztos, hogy nem jött volna létre mindez. Úgyhogy én rendkívül hálás vagyok, nagyon köszönök mindenkinek mindent, és úgy gondolom, hogy abban a helyzetben és abban az időben vagyunk most, amikor nem maradtunk le semmiről, és amikor még tényleg valóban értelmes, normális vagyon teremtése van lehetőségünk. Köszönöm szépen nektek, hogy meghallgattatok. Nagyon szépen köszönjük, igazán inspiráló volt, és azt gondolom, hogy igen, ez a BC partnerek dolga, segíteni, és aztán ezt örömmel átadni másoknak is. Szuper, nagyon szépen köszönjük, Marian, hogy elmesélted nekünk a történetedet. Másodiként Puskás Sándor, BC menedzsert hívom meg a köreinkbe, hogy mondja el nekünk, hogy ő miként éli a mindennapjait a BC-vel. Sándor, figyelünk rád, örülünk, hogy itt vagy velünk. Sándor, még csak látunk, hangod nincsen, azt látom, hogy beszélsz, de kapcsold fel, kérlek, a mikrofonod.
Okay. Szuper, köszönöm. Szeretettel köszöntök mindenkit, Puskás Sándor a nevem. Köszönöm, hogy meghívtatok, hogy meséljek magamról. Nagyváradon élek, 55 éves vagyok, van két gyermekem, két nagy gyermekem. A legnagyobb örömöm, amit igazából el tudok ezzel kapcsolatban mondani, az, hogy mind a ketten ebben a projektben vannak benne. És nagy mértékben a fiamnak köszönhetem azt, hogy én is bekerültem. Ugyanis a fiam az elment a kedves barátomhoz, mert nem csak szponzorom, inkább barátom, nagyon régóta ismerem az Évát. Karcsit később ismertem meg. És elmondtam, miután visszajött, hogy apa, olyan dolgot hallottam az Évától, hogyha reggelig nem hozol döntést, én csatlakozom hozzá. Hát igencsak megrémültem, megmondom őszintén. És akkor azt mondtam, hogy lépnem kell, nem sok mindent csináltam, inkább az ő kis csapatra kezdett el dolgozni, és valójában elkezdtünk haladni egyik lépésről a másikra. Én azt gondolom, én személy szerint, hogy ezek a szintek, hogy ki milyen szinten van, ezek ugyanolyan megállóhelyek, mint a villamosnál, hogy most elmész az egyik megállóra, a következőre, és következő. Nem hiszem, hogy ebből óriási nagy következtetés kell levonni. Én azt gondolom, hogy ahogy mész ezekkel a megállókkal, ahogy haladsz, úgy igazából, ami nagyon emelkedik, az a felelősséged mások iránt. Nem az, hogy most téged minek szólítanak. Erre mondják azt, hogy igazgató az bárki lehet, aki alapít egy céget egy pillanaton belül. Nem kell hozzá semmiféle iskola, nem kell semmi végzettség. Viszont ahogy haladsz előre, evidens, hogy a felelősséged nő. Amit még el szeretnék mondani magamról azt, hogy 88-ban az Zöldhatáron keresztül kerültem Magyarországra, Nagyváradon születtem. Nem azért mentem el innen, mert nem volt mit tegyek, tehát szó sem volt erről, hanem egyszerűen úgy éreztem, hogy többre vagyok képes, több jár nekem az életből, és 22 évesen hoztam egy ilyen döntést. Erre mondják azt, hogy valószínűleg egy olyan lelkiállapot is kell, hogy egy ilyen döntést meghozzá, mert valójában ma már 55 évesen nem biztos, hogy neki mennék az Zöldhatárnak. De hát akkor pont egy ilyen lelkiállapotban voltam, úgy éreztem, megteszem, meg is tettem Magyarországon. Sportoltam tovább, fociztam Balatonfüreden, Keszthelyen, később játékvezető voltam NB1-be. Én ezeket igazából kihívásoknak tekintettem, örültem, hogy ott vagyok, mint ahogy kihívás számra a blockchain capital is. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon jó lehetőség azok számára, akik látják azt, hogy a kriptópiac, illetve ez a crypto business milyen lehetőségekkel kecsegtet. Én azt gondolom, hogy az emberek nagy része, mondhatnám azt, hogy 99%-ának halván dunsztja nincs a kriptóról, nekem sem nagyon van, és az Éva végül is bebizonyította nekem azt, hogy nem kell értem a kriptópiachoz ahhoz, hogy óriási pénzt csináljon ebből az üzletből, csak meg kell találni az eszközt hozzá. Az eszköz pedig a blockchain capital, amiből nem mondhatnám azt, hogy tövről hegyre ismerek mindent, viszont úgy gondolom, hogy tudom azt, hogy kihez kell fordulni, ha valami nem világos. És valójában ez a legfontosabb, hogy olyan emberekkel vedd körül magadat, akik mindannyian értenek valamihez, amiben neked hiányosságaid vannak. És amit szeretném még elmondani, az a következő az, hogy evidens, hogy a csapat nagyon sokat számít, az ember eldönti azt, hogy ebben az országban és ezen a piacon indulok el, aztán evidens, hogy az egész csapata el fog burjánozni mindenfele, amivel csak el tudjuk képzelni, és ez így van jól, csak az a helyzet, hogy valójában az a kérdés, hogy mennyire tudunk azonosulni azzal a vízióval, amit a tulajdonosok, illetve az alapítók adnak nekünk. Nekem nagyon tetszett az, hogy most a hétvégén például az Inattal, meg a Reginával személyesen találkozhattam, amiben láthattuk azt, hogy ugyanolyan húsvér emberek, mint mi vagyunk. Az első ránézésre semmi nincsen, semmiben nem különböznek, csak abban, ahogy gondolkodnak, és abban a szándékban, amivel létrehozták ezt az egész eszközt, amivel valójában az Inat is elmondta, hogy ő egyedül is meg tud gazdagodni, de hogyha másokkal együtt teszi ezt, az neki sokkal nagyobb örömet okoz. És ez valójában egy olyan üzenet, amivel szerintem mindannyiunknak azonosulni kellene, akik itt vagyunk ebben az üzletben. Miért? Mert valószínűleg, hogy a nagy része a tagoknak nem úgy érkezett ide, hogy éppen nem volt mit ennie, vagy éppen nem volt mit csinálnia, hanem egyszerűen úgy gondolták, hogy ebből az üzletből ki tudják venni részüket, és ami a nagyon nagy dolog az, hogy úgy tudják kivenni részüket, hogy másokat is hozzásegítenek ahhoz, hogy kivegyék a részüket ebből az üzletből. Ez szerintem egy fantasztikus dolog. Ez a része, ez engem mindig is érdekelt, de ahogy a kedves barátom és szponzorom az Éva elmondta mindig nekem azt, hogy Sanyi, tanulj meg egy dolgot, hogy előbb magadon kell segítened ahhoz, hogy máson is segíthess. És ez nagyon-nagyon így van, mert csak abból tudsz adni, ami neked is van. A szándék az, hogy másokon segítsek, mindig megvolt.
az, hogy az eszköz, amivel segítek, az most úgy néz ki, hogy a blockchain capitalen egy új dimenziót nyitott ki számomra, és ami nagyon örömre szolgál abban, hogy itt vagyok, az, hogy van egy nagyon kis fiatal, van egy olyan vonal, ami a fiam alatt helyezkedik el, és a lányom is benne van ebbe a csapatba, ahol rengeteg a fiatal. Én nekem amúgy is mindig szerettem a fiatalokat, mert végül is ő a mi jövőnk, és az ő fejlődésük biztosítja a mi megmaradásunkat. Én nagyon örülök annak, hogy ennyire jól gondolkodnak, ennyire sok mindent kinyitanak előttünk is, mert bár hiába tartom magamat elég nyitott embernek, azért egy fiatalhoz képest nagyon keveset tudunk ma. Náluk olyan gyorsan áramlik az információ, hogy szerintem lekövetni is baromi nehéz, nem az, hogy tudni azt, amit ők csinálnak. Én nem is hiszem, hogy nagyon sok mindenről kellene még beszélnem. Én azt gondolom, hogy ebben az üzletben nagyon nagy potenciál van még, és nagyon sok ember tényleg egyrészt diverzifikálhatja a portfólióját befektetés szempontjából, illetve biztosíthat magának egy nagyon komoly jövőt. Én nekem van egy olyan dolog az életemben, amit most itt elmondok, most csak 291-en hallják. Nem szoktam elmondani, de én 20 éve nem fizettem nyugdíjjárulékot, tehát nekem, ha akarnának adni, akkor se tudnának nyugdíjat adni, ez 100%-ig biztos, és ezért evidens, hogy valamit találnom kellett. Azt mondják, hogy ha valamire vágysz, és nagyon vágysz rá, akkor be fog jönni az életedbe. Hát úgy érzem, hogy ez most pont akkor jött be, amikor kellett. Van egy meglévő vállalkozásom, ami bár jól megy, de azt gondolom, hogy már nagyon terhemre van, mert túl sok időt és energiát veszel az életemből, és azzal az értékkel, amivel ez a vállalkozás rendelkezik, úgy gondolom, hogy ezen a piacon sokkal illetve az ára, az érték, amit képvisel, szerintem sokkal több értéket lehetne létrehozni. Ezen is majd el fogok gondolkodni. Én azt hiszem, hogy tudok segíteni másoknak, szeretnék segíteni másoknak, és hogyha ez tényleg lehetővé válik a blockchain capitalen keresztül, akkor végül is számíthatnak rám, hogy ezt az egész programot tovább viszem, és tisztelettel, becsülettel fogom képviselni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és mindenkinek köszönöm, az előttem szólóknak a mindenről, amit elmondtak. Nagyon-nagyon értékes előadásoknak voltunk szem- és fültanúi, és szeretnék minél többször részt venni ezen a programon. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok! Sándor, nagyon szépen köszönjük, és első körben szeretnélek megkövetni, Manager of Group vagy, úgyhogy szeretném javítani, BC Manager of Group. Csodálatos utazást kívánunk, és segíts sok-sok embernek, mert igen, ez a mi missziónk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Következő sikertörténet, Pellegrini Huczker Márta, BC Manager fogja velünk megosztani. Márta, hallgatunk téged, várunk szeretettel. Krista, köszönöm, de azt írja, hogy impossible a videó. Tehát valami szétromlott a... Várjál. Kapcsolat. Hallunk egyébként, jó, Márta, jó, és most már váltunk is. Nagyon szépen köszönöm. Buongiorno a tutti. Szoktam a bátor is bemolyod, de köszönöm mindenkinek. Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a csodálatos szombati napon. Mózas Mártának hívnak. És nagyon örömmel szolgál, hogy elmeséltem a történetemet, a sikertörténetemet, ami az év elejétől indult. Grubics Katalinnak köszönhetem, aki bemutatta a céget, és azonnal igen is mondtam. Szerencsés vagyok, hogy a csoportjával tartozom, mert nagyon összetart bennünket, és nála nincsenek tiszteletbeli hívások. Őt bármikor kereshetem, hívhatom telefonon és rendelkezésemre, és rendelkezésünkre áll. Eddig hagyományos vállalkozásaim voltak, távol voltam a pénzvilágától. Természetgyógyász vagyok, és sok képviselésem van ezzel kapcsolatban. A függő betegeknek a gyógyítására specializálódtam, akupunktúrával, addiktológiával. Drog, alkohol, dohányzás, bulimia, hazárjátékok. 31 éve élek Svájcban, Lugánóban, 70 km-re Milánótól, egy államvárosban. Abban a pillanatban, amikor a Kata elküldte a videókat a cégről, tudtam, hogy ez lesz a jövőm. Mindig jókor vagyok jó helyen, és hiszek a jó Istenben, aki mindig jó helyre vezényel. Természetesen a blockchainben is nagyba gondolkodom. Elindítottam a kanadai vonalomat is, és szárnyalunk. Ezúttal szeretném megköszönni Áginak, hogy egy igazi harcos, akivel együtt dolgozom. Most Dél-Amerika északi része lesz megtámadva, már csak a spanyol videókra várok.
nagyon szuper a cég marketing terve, termékei és szolgáltatásai, ezért mindenkinek bátran merem ajánlani. Az új résztvevőknek csak annyit szeretnék tanácsolni, hogy ne tétováltanak. Igyekezzenek gyorsan közénk tartozni, hiszen a Cisco-val utálja a jövő. Sokan még nem jártasak, sőt félnek is tőle, de nem kell megjegyezni, mert senki sincs a jövő. A háttérből mindig mindenki segítő. Én egy kis Bácsiskó megyei faluból származom, aminek a neve Bács Borsod, a világkezetek. Én mindig mertem nagyokat álmodni, amit mindenkinek ajánlok, mert én is meg tudtam csinálni, akkor te is célba érhet. Három vállalkozásom volt, elég nagy volumenű, amit leredukáltam egyre, mivel az államfoglalkozásom a blockchain kapitánál megállt. Higgyétek el, én nyugodtan hajtom állomra a fejemet, mert úgy fejt jókor voltam jó helyen, és úgy fent köszönettel tartozom Blubics kapatának, hogy megismertette velem a jövőt. Kívánom mindenkinek a gyors és jó döntést, ez, amit soha nem fog megbánni. Az én ereimben már a heterünk folyik, és azt hiszem, hogy ezt szerelemnek hívják. A csoda akkor kezd el munkálkodni benned, amikor már jobban figyelsz a céljaidra, mint a félelmeidre. Nagy jó döntést kívánok mindenkinek, és legyen szép napotok. Arrivederci! Nagyon szépen köszönjük, Márta. Inspiráló a történeted, és képzeld el, hogy most, hogy elárultad, hogy honnan származol, nem is olyan messze tőlünk. Nagyon örülünk, hogy itt vagy, és egyébként csodálatos utazást kívánunk, és hasonló sikereket, és hajrá! Dél-Amerika északi részét mondtad, ugye? Igen, Dél-Amerika északi részét. Kívánunk hozzá. Grazie, szóval nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. Szabó Ivett, BC Manager fog következni a sikertörténetével. Hallgassátok őt is sok szeretettel. Ivett, hallgatunk téged. Nem, még csak látunk. Jó, most esetleg. Most már hallunk is. Jó, szuper. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, illetve hogy itt lehetek veletek, illetve hogy megismerkedtem ezzel a fantasztikus üzlettel, a blockchain kapitállal. Először is szeretném megosztani veletek az én kis sikertörténetemet. Magamról annyit mondanék, hogy ugye Szabó Ivetnek hívnak, Németországban élek, azon belül Donaueschingenben, most már 7 éve. Egyébként Baranya megyében születtem, Pécset, és ott is éltem édesanyámmal, illetve a 2 testvéremmel. Szakmám... Ó, bakker, remegek! Mi történt? Egy fél pillanat, mindjárt. Semmi gond. Előfordul. Oké, szerintem folytathatod. Jó, köszönöm. A szakmám az fodrász, amit sajnos nem tudtam befejezni, mert tragikus hirtelenséggel elvesztettem az édesanyámat, amikor én 16 éves voltam, és ezután a nagymamámhoz kerültem, aki nevelt engem, és hát átvette az édesanyám szerepét. Ő sajnos egy elég szegény környezetben élt, és ezért, mivel én beszerettem volna segíteni a háztartásba, 17 évesen én már elálltam dolgozni vendéglátásban. Majd 25 évesen férjhez mentem, egészen addig ugye dolgoztam, közben megcsináltam a vendéglátásban egy rövid tanfolyamot, ugye hát az kellett. 25 évesen férjhez mentem, ami nem volt egy hosszú házasság, és 27 évesen felköltöztem Sopronba, ott az Egon biztosítónál dolgoztam, mint call center intéző. Ott ugye szükséges volt minden egyes beszélgetés végén az ügyfeleknek termékeket értékesíteni, hát ugye ez a biztosítónál ez ugye kell. Én ezt egyébként nagyon szerettem, és ebben nagyon komoly sikereket értem el. Majd megismerkedtem a mostani párommal, és hát a szerelem az kivezérelt ide hozzá Németországba. Ő már kint volt 2 hónapja, hentesként dolgozott, és én hát kijöttem utána, így hát feladtam a soproni életemet. Úgy gondoltam, hogy itt ugye a jobb élet reményében valamit azért mégis el fogok érni. Itt kaszinóban kezdtem el dolgozni,
illetve eladóként is dolgoztam. Csak közben sajnos három családi tragédia is történt. Elveszítettem az édesapámat is, illetve a párom is elveszítette mindkét szüleit. És ugye ez sajnos lelkileg nagy csapás volt, illetve anyagilag is nagy csapás volt mindkettőnknek. És ezért próbáltam kicsit kitörni ebből a nehéz helyzetből. És én is, mint sokan mások, benne voltam, illetve próbálkoztam nagyon-nagyon sok termékes üzlettel, de sajnos egyikbe se értem el sikert, és én ezután azt mondtam, hogy soha több ilyen semmilyen online üzlettel én nem szeretnék ezek után foglalkozni, mert nekem az volt a tapasztalatom, hogy én nekem ez nem megy. Egészen addig, amíg körülbelül másfél hónappal ezelőtt felkeresett egy nagyon-nagyon kedves kis barátnőm, Elek Hajnalka, ő ugye Sopronban volt barátnőm, aki beszélt nekem erről a lehetőségről, ugye a blockchain kapitálról, és mivel tudtam és ismertem, hogy Hajni elég komoly, illetve hát nem foglalkozik mindennel, ugye nem megy bele mindenbe, ezért én bizalmat szavaztam neki, amit a mai napig nagyon-nagyon úgymond hálás vagyok, és nem bántam meg, és nagyon-nagyon örülök, hogy adtam ennek bizalmat. És következő nap meg is ismerkedtem Ratkai Róberttel, aki bemutatta nekem részletesebben ezt a céget, és mi azonnal neki is álltunk dolgozni. Tehát nem mire várjak, tulajdonképpen próbáljuk meg. Ugye hát a próbából már szerencse lett, úgyhogy én most ott tartok, hogy egy hónap után ott tudtam hagyni a munkahelyemet. Hál' Isten, azért is vagyok itthon most tulajdonképpen, mert ugye úgy dolgoztam eddig déltől este 8-ig, minden áldott nap eladóként, és én azt mondtam, hogy ezzel az üzlettel körülbelül háromszorosát megkerestem egy hónap alatt, akkor miért menjek el dolgozni napi 8 órába, amikor itt ugye egyrészt, hogy élvezem, imádom, fantasztikus embereket ismertem meg, azok az emberek, akikkel beszélünk nap, mint nap, 5-6 tárgyalásunk van a Robival, van, hogy több is, van, hogy este 11-kor is tárgyalunk, tehát én folyamatosan keresem az embereket is, és az a tapasztalatom, hogy érdekli az embereket, nem úgy, mint a termékes üzlet, hanem ez érdekli, és jönnek, van olyan is persze, aki nemet mond, de azért mond nemet, mert nem úgy áll anyagilag, de ő sem az a határozott nem, hanem azt mondja, hogy jó, hát akkor valamit megpróbálok eladni, vagy még próbálok spórolni, és utána jönni fog. Tehát nem egy ember volt az, hogy azt mondta, hogy hát most nem, meg stb., de utána megkeresett, és igenis, és jön. És van olyan is, aki azt mondja, hogy engem csak a befektetés része érdekel, és utána pedig mégiscsak csatlakozik, mint üzleti partner. És én ennek a cégnek rettenetesen hálás vagyok, mert nekem megmutatta azt, hogy mégis van remény. Mivel ugye említettem, hogy én azelőtt nagyon-nagyon szkeptikus voltam, és én tudom, hogy rengeteget kell még tanulnom, de én erre készen állok, ugye? És az is jó, hogy nem kell ehhez érteni tulajdonképpen, és annélkül is sikeresnek lehet lenni. Úgyhogy én csak ennyit szeretném. Nem akarlak félbeszakítani, ezt akartam mondani, hogy még egy perced van, de köszönöm. Jó, én már egyébként búcsúskodni akartam, csak még engedj meg annyit nekem, hogy szeretnék köszönetet mondani elsősorban ugye Elek Hajnalkának, aki felkeresett, Ratkai Robertnek, aki mindig a rendelkezésemre áll, Grubicska Katalinnak, aki szintén nagyon sokat segít, és a páromnak, aki a háttérben támogat és fogja a kezemet, és én azt kívánom, hogy mindenkinek adódjon meg az a lehetőség, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok mindenkinek az életben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és legyen szép napotok! Köszönjük szépen, Ivett! Soha nem mondd, hogy soha! Azt hiszem, jó példa vagy rá. Nagyon szépen köszönjük, hogy megosztottad velünk a történetedet. És akkor az utolsó történet következik, Rétmezei Andrea, BC Manager. Az ő történetét fogjátok hallani. Andrea, mesélj nekünk, kérlek!
Szia, megtennéd, hogy beengedsz, mert úgy látom, hogy stoppolva van a videó. Nézem. Oké, látunk, szuper. Akkor sziasztok, én Rétmezei Andrea vagyok, és februárban csatlakoztam a Blockchain Kapitál csapatához. Grubicska Katalin kereste meg a férjemet, Új Zoltánt, hogy egy nagyszerű üzleti lehetőséget ajánljon nekünk, egy nagyon jó befektetést, és ha akarjuk, akkor dolgozhatunk is ebben a rendszerben. Az én férjem imádja a hálózatépítést, imádja az embereket, imád kapcsolatot építeni, imád beszélni, tehát ő szinte azonnal igent mondott erre a lehetőségre. És természetesen én voltam az első, akit meggyőzött, hogy nekünk itt együtt kell befektetni, hát be is adtam a derakamat, és nagyon gyorsan azt vettem észre, hogy szilver szintet értem el, és ugye most meg már menedzser lettem. És tulajdonképpen így visszanézve a történtekre, köszönjük szépen Grubicska Katinak, hogy szólt nekünk, mert tényleg nagyon dinamikusan fejlődik a csapat, és sikereket érünk el. Én megmondom őszintén, hogy nem szerettem hálózatot építeni, nem is tudom, hogy tudtam ezt így elérni, de nagyon-nagyon örülök neki. Egyébként a kriptovaluta nem állt messze tőlem, mert az egyik lányom évek óta fektet be kriptovalutába, illetve az ő párja kriptokereskedéssel is foglalkozik, van egy saját platformja, ahol adveszt, tehát tudtam róla, hogy ez egy jó befektetés. Sőt, 2009-ben engem megkeresett valaki, hogy vegyek 100 bitcoint 10.000 forintért. Na hát természetesen én erre akkor nemet mondtam, és ezt tudjuk, hogy ma egy pár nullával több lenne a zsebemben, de nem bánom, én ezt egy tanulási folyamatnak fogom fel, mert valószínűleg nem az lennék ma, aki most vagyok, és ahogy Regina szokta mondani, nem vagyunk semmiről se lekésve. Viszont megfogadtam, hogyha még egyszer ugye adódik egy ilyen lehetőség, azt nem fogom kihagyni, ezért is vagyok ma itt. Én azt gondolom, hogy a sikertitka a tiszta szándék, és hogy a jó indulat, tehát az, hogyha én az agyamba beteszek valamit, és megyek előre, ha én ezt tiszta szándékkal teszem, és jót akarok a barátaimnak segíteni, szeretnék, ezt az univerzum meg fogja hálálni. Én minden nap elmondom, hogy áramlik a bőség hozzám, szeretetben, gazdagságban, sikerben, egészségben, és ez így is történik. Tehát csak hinnünk kell, de az 100%-osan. Én 21 éve vagyok vállalkozó, két kolléganőmmel együtt van egy lakberendezési belső építészeti cégünk, amely sikeres, de mindig is azt tartottam, hogy több lábon kell állni. Igen, ismerjük a nyugdíjrendszert Magyarországon, tehát tudjuk, hogy a befektetett pénzünkből, ha normális, hagyományos rendszerbe fektetjük be egy bankba, akkor nem sok marad. Tehát én ezt egy nagyon-nagyon jó befektetésnek gondolom a maga volatilitásával együtt. Azon kívül egyébként, hogy lakberendezek, én egy sajtkészítő tanfolyamot is elkezdtem, nem sokára vizsgázok belőle, mert a párommal együtt a vidéki életet szeretnénk magunknak, a nyugdíjas korunkra, a későbbiekben egy önállátó gazdaságot szeretnénk itt kialakítani Nógrád megyében, amihez azt hiszem, hogy a megfelelő alapot meg tudjuk teremteni itt a VBT-vel, mert a szabadságot fogja adni nekünk az a pénzügyi alap, amit most megteremtődik. Divatos szóval mi egy mozaik családban élünk, ugyanis nekem Zoli a második párom, én is az ő, hát nem a második felesége vagyok, de mondjuk így, vagy de a második felesége vagyok, azért nézek arrafelé, mert ott ül, tehát hogy csak a többedik kapcsolata, a kettőnknek összesen van 10 gyereke, tehát tulajdonképpen valahova tennünk a pénzt. Én mind a 4 lányomnak nyitottam VBT-t, megmondom őszintén, hogy a legkisebb összeggel, nem azért, mert sajnálnám tőlük, hanem azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell teremteni a saját álmát. És hogyha
a gyerekeim készen kapnak mindent, akkor elveszem tőlük azt a lehetőséget, hogy ők a saját álmaikat megvalósítsák, és teremtsenek maguknak azt, amit szeretnének. Viszont nagyon-nagyon jó lehetőségnek tartom a VBT-t, azt gondolom, hogy mindenképpen tudniuk kell róla, mindenképpen be akartam fektetni, szeretném, hogy a későbbiek folyamán esetleg valamelyik, hogyha van kedvük, foglalkozzon ezzel, de ezt majd ők eldöntik. Én nagyon-nagyon köszönöm a barátaimnak és Rubicska Katinak is még egyszer, hogy egyrészt csatlakoztak hozzánk, másrészt, hogy megszavazták nekem ezt a bizalmat, és tulajdonképpen egy utolsó mondatot szeretnék még csak mondani, amit a héten olvastam Vitali Buterintől, hogy amit építünk, többé már nem csak egy játék, hanem egy új korszak fontos része. És ezt én is így gondolom. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szép volt az záró mondatod. Valóban így van. Gratulálunk neked, és további hasonló szép sikereket kívánunk neked. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.